Nagy Melanie 2,5 hónappal ezelőtt még el sem tudta képzelni, hogyan lehet gondoskodó édesanya és dolgozó nő egyszerre. GWM Excel januárban még könnyek között mesélt a szakításáról, most azonban már szemmel láthatóan jobban érzi magát. Sőt, a karrierjében is előrelépett, a rádiózás mellett egy tévéműsor házigazdája is lesz, másodmagával derült ki a Fókusz riportjából. Bízom benne, hogy napról napra könnyebb lesz, és az, hogy ilyen munkám van és szeretettel fogadnak és szeretem csinálni, az nagyon sokat ad, vallotta be a Fókusznak adott interjúban Nagy Melanie, akit a rapper párja több éves párkapcsolat után hagyott el Kulcsár Edináért. Nagy Melanie a barátnőjével, Mintzáry Alexandrával, aki egyben a műsorvezetőtársa a rádióban, fog tévéműsort vezetni a DIK TV-n, nem titkolt célja a rádiós műsorunknak és most már a tévés műsorainknak az, hogy szeretnénk, ha a kisebbségi társadalom és a többségi társadalom is nyitna egy kicsit, talán általunk egymás felé, és egy kicsit sztereotípiákat is tudnánk rombolni azzal, hogy a romák is nagyon sokszínűek. Mindennel foglalkoznak, és különböző témákban is szeretnek megszólalni, árulta el. A reggeliben Nagy Melanie elmondása szerint a barátnőjével együtt nagyon izgul, hogy hamarosan már a tévében is műsort vezetnek, nem csak a rádióban. Egyébként ugyanúgy nézünk ki a rádióban, mint a tévés felvételeken. A tévének a koncepciója kicsit másabb. A tévében ikonikus alakokat próbálunk bevonzani, mivel a tévének más célközönsége van, hogy olyan üzeneteket adjunk át, hogy megértsék azt a vidéki emberek, a budapestiek, a romák, teljesen mindegy, milyen társadalmi közegből jönnek, mint például ne igyál kólát, ha nem vizet igyál, sportolni fontos. Egy kicsit emészthetőbb témákat, de azt gondolom, hogy ha ezt Caramel vagy Nótár Mary mondja el, akkor könnyebben fogyaszthatóbb, mesélte Mintzáry Alexandra. Olvas még Nagy Melanie-ról az nlc-en.